Sipos Gyula, Szeretetláng mesék Első történet Amelyben a nagy sárkány Sötétbe borítja a földet, Hőseink pedig útnak indulnak, Hogy megmentsék a világot. Mindez akkor történt, Amikor a világ még fiatal volt. A nap fényesen sütött, És a gyümölcsfák évente Kétszer érleltek termést. Az emberek és állatok együtt éltek és szerették egymást. A szívükben a szeretet lángja égett, és ez a szelíd fény, kedvessé, barátságossá, megértővé tette őket. Mindenki boldog volt, kivéve a nagy sárkányt, akinek a szívfényét kioltotta a gyomrában egyre erősebben lángoló haragtüze, és dühösen figyelte az életet maga körül. Haragudott az emberekre, amiért olyan békések voltak. És az állatokra, akik vidáman ugráltak a mezőkön. A növényeket túl színesnek találta, és a nap és a hold is túl fényesen világítottak, szerinte. Végül dühében iszonyú tervet eszelt ki. Barnaglában egy hatalmas sátorponyvát készített, és egy éjjel, amikor senki sem figyelt, a világ fölé borította. Hét sarkánál fogva, hét szövekkel a földhöz erősítette, és hét fenevadat rendelt őrzésükre. Ő pedig az északi havas csúcsai alatti barlangjából figyelte kárőrvendő szívvel, mi történik az emberekkel. Szomorú, szürke idők jöttek. A nap és a hold csak sápat foltként derengett át a csötét takarón. A csillagok pedig egyáltalán nem látszottak. A virágok lekókadtak, a fák alig-alig hoztak termést. Az emberek pedig keserűek, veszekedősek lettek. Mindenki félt, rejtőzködni kezdett, ha épp nem üldözte és verte a másikat. Élt ebben az időben egy szegény család az erdő szélén. Az apa és anya nem engedtek a sötétség nyomásának. Összetartottak, és szeretetben nevelték két gyermeküket. A testvérek pedig mindent megbeszéltek egymással. Békében játszottak, és azt nézték, hol segíthetnek szüleiknek. Olyan szépen éltek, hogy körülöttük még a levegő is tisztább volt. Az égbolt világosabb. A fák több termést hoztak, a mező állatai pedig köréjük heveredtek. Egyik nap aztán a fiú, akit égisasnak hívtak, így szólt lány testvéréhez, mezők liliomához. Nem mehet ez így tovább. Nem tudom tovább nézni, ahogy a sötétben romlik, pusztul a világ. Elmegyek. Kikutatom a baj okát és meggyógyítom a világot. Mezők Lilioma így válaszolt. Édes bátyám, égisas, hiszen tudjuk, mi a baj oka. A nagy sárkány volt az, aki féltékenységében és haragjában ellopta a napfényét. Ő volt, aki takarót borított a világ fölé, hogy alatta sem vegyünk. Erős karókkal rögzítette a földhöz, és fenevadakkal őrzi, hogy senki ne nyújthassa le azokat. Tudom én azt, édes hugom, mezők lilioma, De mégsem nézhetem tovább, ahogy szegény szüleink beleőszülnek a nyomorúságba. Ha nem történik változás, az emberek ma-holnap úgy egymásnak esnek, hogy darabokra szakítják a világot. Valamit tennünk kell. Én elmegyek, megkeresem a fenevadakat, megbirkózom velük. Aztán a sárkányjal is, és addig nem nyugszom, míg újra világosság nem lesz a Földön. Tetszett a beszéd a lánynak, de féltette a bátját. Hát ezt mondta neki. Elmehetsz, nem bánom, de csak úgy, ha én is veled tartok. Kettő több, mint egy. Összefogva erősebbek és ügyesebbek is vagyunk. Ha együtt megyünk, győzhetünk. Így is történt összecsomagolták az útra, amire szükségük lehetett, és illendően elbúcsúztak a szüleiktől. Azok sírtak egy kicsit, de látva elszántságukat, útnak engedték őket. Akkor égisas füttyentett egy nagyot. Hamarosan egy hatalmas agancsú gímszarvas kocogott hozzá az erdőből. Annak hátára pokrócot terítettek, felültek rá, és útnak indultak. Menet közben mezők lilioma egy bátorító, kedves, szeliddalt énekelt, de olyan szépen, hogy a virágok felemelték fejüket, az állatok közelebb húzottak hozzájuk, és az emberek szívében remény ébredt. Amerre elhaladtak, a régi béke nyugodott meg a földön, és mintha kicsit, még, még meg is világosodott volna.